Pontban 11 órakor váratlan táncprodukció lepte meg a főtéren sétálókat. A Westside Táncsport Egyesület tagjai önkéntesekkel kiegészülve csatlakoztak az első alkalommal megrendezett fiatalok napi flashmobhoz. A hagyományteremtő akció célja felhívni a figyelmet a fiatalokra. A fiatalok sokszínűségét szeretnénk bemutatni, és azt, hogy a jövő nemzedék is komoly értéket, kultúrát képvisel, amelyeket ők maguk teremtenek meg. 20 nagyvárosban készültek kulturális és művészeti csoportok különböző produkciókkal az alkalomra. A szombathelyiek modern tánccal rukkoltak elő. A Westside TS Tánc Egyesület tagjai vagyunk, ezt a táncot a táborban tanultuk. Most igazából felkértek minket a Fiatalok Világnapjára, hogy most így csináljuk meg ezt a flashmobot, és igazából ennyi. Jól éreztétek magatokat közben? Hát én nagyon. Az ENSZ közgyűlése 1999-ben nyilvánította augusztus 12-ét a Fiatalok Világnapjává, hogy felhívják a figyelmet a társadalomban betöltött szerepükre, jogaikra, kötelességeikre, nehézségeikre. Magyarországon 2011-ben 1.880.000 15 és 29 év közötti fiatal élt, 17%-kal kevesebb, mint 10 évvel korábban.